Köszöntöm nézőinket, Lévai Kálmánnal beszélgetünk, hiszen az elmúlt napokban nagyon szép tájfutó sikerek születtek. Én a fotókat láttam a közösségi oldalon. Hol is voltak versenyezni? Tiszafüreden voltunk, egy olyan versenyezen, Tiszató kupán, ami még nem voltunk soha, mondhatom nyugodtan, hogy soha, mert tényleg nem voltunk. Elsősorban gyerekeknek szánt, az ifjúság utánpótlás nevelésnek szánt versenyez, de természetesen az utánpótlást az idősebb tájfutók készítik föl és hozzák magukkal, vagy kísérik el a versenyekre, így idősebb kategóriákat is elindítottak, és úgy gondoltuk, hogy megpróbáljuk a országos bajnokság előtt egy felkészülési versenynek mindenképpen alkalmas lesz. Hányan voltak karcokon, hiszen a szakosztály a KSZ-n belül működik? Hát kicsit már nyár eleje van, vagy tanév vége van, tehát a diákok közül sem tudott mindenki eljönni. Öten vettünk részt ezen a versenyen, két utánpótláskorú leányt, illetve legényt vittünk magunkkal, és hát az idősebb korosztály is képviselve volt. Jó forróságot fogtunk ki, úgyhogy küzdöttünk keményen. De hát akkor én dobogós képeket is láttam, hogy ez a kemény küzdelem akkor meghozta a jutalmát. Így van, végül is meglepetés volt, hogy ebbe a nem túl nagy mezőnybe, de azért minőségbe, erős mezőnybe sikerült jó eredményeket elérnünk. Lévainé Kovács Róza szakosztályvezetőnk első helyezést ért el, én jó magam második helyezést, és hát Kovács Benedek egy utánpótláskorú versenyzőnk, aki főállásban egyébként kosárlabdázik, de kiegészítő sportnak mindenképpen jó számára is a tájfutás, ő első lett, és a utánpótláskorú, most lesz középiskolás leányzónk, ő hátrább végzett, de ugye délelőtt volt egy hibája, délután már sokkal jobban ment neki, és szokatlan számára, eddig még erdei versenyen próbálkozott, és az erdei verseny azért másabb, mint egy városi verseny. Mert hozzá tartozik, hogy a Tiszafüreden sportcsarnok központtal, múzeumpark, belső zegzugos utcák, víztorony parkja, a strand területe és a strand környéki parkok voltak, alkották a terepet, és hát látszólag egyszerű, de rafinéria benne volt tulajdonképpen, én is hibáztam, ugye nagyon figyelni kell, hogy hol tudunk átmenni, ha át kell menni valahol, be kell menni egy zárt területre, hogy hol vannak rajta kapuk, és így tovább, és mivel könnyebb a verseny, nagyobb a sebesség, kisebb a figyelem, mert ugye nekünk meg kell osztani az eszünk és a lábunk közt az erőt, hogy ha gyors a láb, lassú az ész, vagy fordítva, hát, no, ezek mindenképpen sokan azt gondolják, én is el tudok menni a piacra. Hát persze, ez elszer oda ment, már csak nem téved el, de ugyanezt villámként kell is minél hamarabb odaérni, és megelőzni a másikat, hogy akkor itt is, ha innen számoljuk például, hogy hány kis ihjuk utcán lehet a piacunkra eljutni, akkor már nem mindegy, és hát ez a feladat. Nem igazi tájfutás ez a szó klasszikus értelmében, mert hát mégiscsak az erdő a mi terepünk, de hát ilyennek is lenni kell. Akkor ez volt egy ilyen kis kuriózum, mikor lesz az országos és hol? Az országos bajnokság 2 hét múlva lesz Pécsen, hát egy kicsit keményebb terepen, Pécs melletti a Mecsekhegységben, Pécs melletti területen. Hát nem tudjuk, milyen idő lesz, várhatóan ugyanilyen idő lesz, mint mostanság van ez a hőség, és ismerjük azt az erdőt, voltunk már ott versenyezni, legalábbis a környékén, hogy bizony ott vannak a tisztább részek, a tisztások és egyéb nagy erdővágatok, ahol azért meg tudunk főni, meg a folyamatos meleg felforralja az erdőt is, tehát már benne az erdőben sincs hűs. És ott még a szintkülönbséggel is meg kell küzdeni, és ez középtávú bajnokság, tehát délelőtt is futam van, meg délután is futam van. Délelőtt selejtező van, be kell jutni az ádöntőbe. Ez azt jelenti, hogy nem lehet lazítani, teljes erőbedobással kell küzdeni délelőtt is, hogy beférjen az ember az ádöntőbe. Hát délután meg már azért kell futni, hogy minél jobb helyezést érjen el, vagy az A, vagy a B döntőbe, de valamelyikbe mindenképpen.
Meglátjuk, hogy ki hogy bírja a hőséget. Volt már rá precedens, hogy kipurcant a mezőny szinte délután, már csak mindenki vászorgott a rajtba, 42 fok volt árnyékban. Hát akkor én azt kívánom, hogy bírják jól a hőséget, és érmeket érjenek onnan is haza. Köszönöm szépen, hát reméljük, hogy úgy lesz.